Sziasztok! Nézzünk bele a kártyákba, mit üzennek neked a kártyák. Nézzünk bele a kártyákba, mit üzennek neked a kártyák. Hú, nézd mit akar ő tőled? Hát azt akarja ez a te drágád, hogy áldoz fel magadat. Hát ezt ne tedd meg, hát ne legyél már ilyen. Hát hogy lehet, azt, hogy te feláldozt, ő végette magadat? Hát ez ám nem jó. Ha, most nézzétek, most mi jött ki. Látjátok, hogy feláldozzad magad, hogy ő azt tudjon csinálni, amit akar. Hát ez nagyon drága. Ez a te lélektársad, jó? Hát elájulok, de tényleg, nézd csak. Magasabb tudat szintre akar menni ez az ember. Hát igen, emelkedj egy magasabb tudatszintre, segítek én neked coachingba, csak jelenkezzél. Szóval megoldjuk, lefizetéssel is lehet. Az ellenőrzést, ahogy látod, hogy te ellenőrözd az életedet, mert te tudsz itten egy irányba váltani, te nálad van, hogy milyen irányba szeretnél menni. Fűhaj, nézd! A választ a szeretetet, a tiszta szeretetet, szóval én ezt úgy látom, hogy azt kell mindig, hogy válaszod valójában, és a, neked van egy ilyen nagyon szép tehetséged, meg megtalálod te magad, és te nem is vagy bűnös, bűntudat van nálad, szóval ez nagyon pozitív, bűn, nem vagy bűn, hogy mondjam, bűntelen vagy. Bűntelen vagy, szóval, hogy te, ez pozitív, hogy még bűntelen, igen? A másik zenét kell, hogy betegyek. Mindig ugyanezt hallgatom, már tényleg én is már, már most már az egész agyam, csak ez a Mindig ez megy. Szóval úgy látom, hogy itt hát elég ilyen szent, szent felemelkedés van itten, de úgy látom, hogy tényleg itt valami szív eltört. Ez az eltört szív, ez azt is szimbolizálhatja, hogy sérelmek vannak még, és ez lehet, hogy a te hiedelmeid, vagy a te lélektársadnak a hiedelmei, az meg lehet, és akkor ezt a kapcsolatot kell, hogy ezen kell, hogy dolgozzatok, szóval valójában mind a ketten. Ez egy ilyen samán kihívás. Mit jelent az a samán kihívás? A samán kihívás azt jelenti, hogy lehet, hogy ezzel nem is számolt ő, de majd ez be fog jönni. És akkor kijött itt az öröm, hogy, hogy ez az öröm itt fog maradni közöttetek csak, Őnek is az, hogy ne gyugja el magát, hogy mutassa meg, hogy kicsoda is ő valójában, és akkor te is mutasd meg, hogy kicsoda is vagy, és akkor létrejön. Hát mind a ketten Isten gyermeke vagytok, hát nem kell, hogy megfeleljetek senkinek, és ettől szabaduljatok meg a bűntudattól. Kinek van itt bűntudata? Szóval, én azt látom, hogy hagyjátok, hogy vezetve legyetek, és én azt látom, hogy a békét megtaláljátok önmagatokkal, és hogy elengedjétek azt a kapaszkodást, ami az egyik a másikba így kapaszkodik, az annak nem lesz jó vége. Azért kell, hogy teljesen benne legyetek ebbe a flóba, hogy ez folyjon, ez az egész, és ez teljesen szabad legyen itt közöttetek. Hát. Azt látom itten, hogy sikeres lesz ez az egész itt közöttetek, hogyha hagyjátok, hogy az egyik a másikát inspirálja, mert ez tényleg az igazi szeretet. Nézzük, és akkor még kirakjuk itten az igazi szeretet. F fontos az, hogy legyen víziótok. Tudjátok, mi a vízió? A vízió az azt jelenti, amikor elképzelitek, hogy hogy is fog ez tovább alakulni, de hát mindenkinek megvan a szerepje, a szerepen be a kapcsolatban fontos az, hogy beszéljetek róla, hogy megbeszéljetek, hogy kommunikáljatok, és de játszik az elvárás is itt egy nagy szerepet, ugye túl nagy az elvárás, akkor ez nem jó. Most nézzük csak, mi ez a samán viska. Az igazságot kimondani, és ebbe hinni, hogy akkor a másikat ez nem bátja meg. A magát eldugja, mert lehet, hogy ez az értéke, és lehet, hogy nem érzi magát értékesnek. Na no, most azt látom, hogy ez a szív, a dolog a múlt életből jön, hogy ilyen bedöftiskájt, azt jelenti, hogy ilyen függő. Milyen szerep van itt játszva? Hát az, hogy megbosszulni valamit, a függetlenségbe belemenni, milyen elvárás van itten még? Hát a... az, hogy a bőség legyen, de a másik oldala meg az, hogy nincsen értelme. Most milyen szerepet játszik ő, mit kell itten kontrollálni? A sötét, a sötét gondolatokat kell kontrollálni, úgy látom. Hát akkor húzzunk még erre az igazi szerelemre. Az igazi szerelem, az, azt, azt el kell, hogy engedjétek, hogy nincs értelme, és amit áthoztok a, az őseitektől. Nézzétek meg tényleg a hiedelmeteket, itt nagyon ajánlom tényleg a családállítást is. Mit látok még itt? Mibe kapaszkodtok? Hát abba kapaszkodtak, hol érzitek bűnösnek magatokat, hogy kapaszkodtok, és akkor ezek az árnyék témák. Ezt kell, hogy elengedjétek. Mit kell elengedni? Hát a félelmet, a szexualitással kapcsolatosan. Na még két kártya van, nézzük meg erre a szerelemre, rakjunk csak rá. Hát a szerelemre meg kell, hogy bocsájtsatok, és akkor nem kell, hogy harcoljatok, és akkor ez volt az utolsó kártya. Remélem megtaláltatok magatokat. Ha így volt, akkor ö, ö, szóljatok. Én sok szeretettel búcsúzok tőletek, írjátok be a kommentbe. Iratkozzatok fel a csatornára, mint mindig szerdán tudjátok, hogy jövök élőbe, várjatok, kicsit később esteli szerenátként, nem baj, te jövök. Remélem ez tetszett nektek, és legközelebb találkozunk csütörtökön, nézzétek meg a coaching videómat is szintén. Szeretlek benneteket, sziasztok, sziasztok!